Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon 200 ezer forint támogatást kaphatnak a helyi kisvállalkozók az önkormányzattól. Adóvisszatérítés 2022. február 15-ig fizeti ki az adóhivatal az SZ-t. Látni és látszani, fényvisszaverő mellényt osztottak a rendőrség munkatársai. Kamaszbarát lett a Paksi önkormányzat, díjazzák a legszorgalmasabb osztályt. 200 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a szekszárdi kisvállalkozások a helyi önkormányzattól. Erről döntött a megyéjogú város közgyűlése pénteken. A képviselők emellett tárgyaltak volna az önkormányzati cégek felügyelőbizottságairól is, ám erre nem kerülhetett sor, mert az egyik grémium ilyen Szekszárd által delegált tagjai egy nappal korábban önként mondtak le. Hagyjuk őket dolgozni. Ezzel a kijelentéssel indítványozta a Zaják Rita polgármesteri tanácsnok azt, hogy a közgyűlés ne tárgyalja az Éjjel Szekszárd által elnökölt oktatás, sport és ifjúsági bizottság előterjesztését, ami a Szekszárdi Sportközpont mindössze néhány hónapja kinevezett ügyvezetőjének eddigi munkájáról szólt volna. Új vezetése van a sportcsarnoknak tavasz óta. Ketten látják el a vezetői feladatokat. Azt gondolom, hogy egyelőre hagyjuk őket dolgozni, és aztán majd az idő megoldja ezt. Ha tényleg vannak gondok, az úgy is ki fog derülni. Én egyelőre úgy érzékelem, hogy rendben mennek az ügyek a sportközpontban. A közgyűlés végül nem is tárgyalta ezt a témát. Ugyanúgy, mint ahogy arra sem volt lehetőségük, hogy az önkormányzati cégek felügyelő bizottságainak átalakításáról egyeztessenek. A sportközponthoz tartozó korábbi grémium Éjjel Szekszárd által küldött tagjai ugyanis egy nappal az ülés előtt maguk mondtak le. Emiatt most az új tagokról sem született döntés, arra a legközelebbi közgyűléskor kerülhet sor. Dr. Gábor Ferenc, szekszárdi jegyzője erre azt mondta, ők többször is próbáltak a Faragó Zsolt által vezetett bizottsággal tárgyalni, ám az Éjjel Szekszárd delegáltjai egyszerűen nem jelentek meg ezeken a megbeszéléseken. Ugye ezekben az egyeztetéseknek az lett volna a célja, hogyha eljöttek volna, hogy ezeket az alapító tulajdonos tisztán lásson, és mindenki megnyugtatására együtt gondolkodva lehetett volna tovább vinni az ügyet, de sajnos nem jelentek meg ezeken az egyeztetéseken. Azonban volt olyan napi rendi pont is, amiben teljesen egyetértettek a képviselők. A Gazdasági és a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján újra kiírják a szekszárdi kisvállalkozókat segítő önkormányzati pályázatot, amivel akár 200 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek a jelentkezők. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője arra tett javaslatot, módosítsák úgy a kiírást, hogy azok a vállalkozók is elindulhassanak, akik már korábban is nyertek támogatást. A pályázók körét bővítsük ki, akik eddig megkapták a 100 ezer forintot, azok pályázhassanak újra, ugyanaz az anyaggal gyakorlatilag, a következő 100-ra, de csak különbözetre, tehát nem 200-ra, hanem a különbözetre, ha kérik. Így hamarosan újra lehet pályázni majd azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek megsínlették a koronavírus járványt. A maximum 200 ezer forint vissza nem térítendő forrást működésre, újraindításra, vagy a meglévő alkalmazottak megtartására lehet fordítani. 6804 új koronavírus megbetegedést igazoltak péntek reggelre idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 892.164 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 31.184 főre emelkedett. 3629 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 366-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.968 ezeren kaptak. Tolna megyében 156 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 18.847-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Több mint 1,9 millió embert érint az a kormányzati döntés, aminek értelmében visszafizetik a személyi jövedelemadót a gyermekes szülőknek. Ezzel 600 milliárd forint vándorol a családokhoz. A gyermeket nevelő szülők számára a személyi jövedelemadót visszatéríti a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az igénylésre szolgáló dokumentum már letölthető a hivatal online felületéről.
A visszatérítést az veheti igénybe, aki 2021-ben akár egy napra is családi kedvezményre volt jogosult, és összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerzett. Minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó visszatérítés, azaz a gyermekük után családi pótlékra jogosultaknak a kedvezmény a gyermeküket közösen nevelő szülők közül mind a kettőt megilleti, és a családi kedvezményre a magzat után a várandóság 91. napjától jogosultaknak és a várandósnő házastársának is. Azok is jogosultak a visszatérítésre, akik egy háztartásban élettársi viszonyban nevelik gyermeküket. Van ennek az adóvisszatérítésnek egy felső határa, ami 809 ezer forint, ez egyébként a 2020 decemberi adatok alapján számolt éves átlagbérnek a személy jövedelemadó tartalma. Az adóhatóság 2022. február 15-ig automatikusan utalja a visszatérítést, akinek a munkabéréből levonták a személyi jövedelemadót. Nekik nincs teendőjük az igényléssel. Azoknak, akiknek az adatait nem ismeri az adóhatóság, nyilatkozatot tehetnek december 31-ig. Ha valaki a jelzett időpontig nem tesz nyilatkozatot, ők a személyi jövedelemadó bevallásukban kérhetik a nekik járó összeget. Az adóhatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy november 2. hetére töltődik fel a rendszerre, várhatóan minden szükséges adat a visszatérítés igényléséhez, így ha valaki ellenőrizni akarja ezek helyességét, azt ügyfélkapuja segítségével megteheti. Lámpát és fényvisszaverő mellényeket osztottak pénteken a rendőrök Szekszárdon. A kezdeményezésre az Országos Látni és Látszani nevű kampány részeként került sor. A program célja az, hogy felhívja a figyelmet a felelősségteljes közlekedés szabályaira. Jó napot kívánok, akartam neked láthatósági mellényt látni, látszani akció van, ezt tessék betenni. Láthatósági mellényt ad át a rendőrség munkatársa ennek a férfinak az egyik szekszárdi benzinkúton. A Látni és Látszani országos balesetmegelőző kampány keretein belül a biciklivel és autóval közlekedők olyan ajándékokat kapnak az egyenruhásoktól az elkövetkezendő hetekben, amely biztonságosabbá teszi a közlekedésüket. Ez a férfi rendszeresen jár kerékpárral, és fontosnak tartja, hogy látható legyen az utakon. Én ajánlom ám tényleg mindenkinek, én is a sofőr dinasztiába dolgoztam annak idején, azért jönnek a ködös hideg idők, nem egy egyszerű történet egy biciklist észrevenni, ez tényleg így van. Rácsattintom a kezére, ez akkor maradhat is itt, mert ez egy ilyen. Bójás János évente akár 4000 kilométert is megtesz kerékpárjával. Közlekedés állítólag veszélyes üzem, és sokszor veszélyeztetve is érzem magam. És akkor legalább tegyek meg akkor annak érdekébe valamit, vagy lehetőleg mindent, hogy elkerüljem a... vagyis kevesebb, kisebb esély legyen arra, hogy baleset érje. A téli időszak közelettével nagyon fontos, hogy megfelelő figyelmet fordítson mindenki a láthatóságra, megelőzve a baleseteket, mondta el Szabácsi Szabolcs, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közrendvédelmi osztályának a vezetője. A kampány december 10-ig tart. Ez idő alatt a megye több területén megtalálhatóak lesznek majd az ajándékot osztó egyenruhások. A látási viszonyok megváltoznak az útviszonyok, párás, ködös idő lesz, csúszós lesz az út, és ehhez kapcsolódik ez a rendőrségi kampány, ami most már évek óta visszatérő, tehát mondhatjuk azt, hogy hagyományosan újra ez a kampányunk van. Ezzel próbáljuk a közlekedésben résztvevőket arra sarkalni, hogy nem csak látni, hanem látszani is kell, és ez tulajdonképpen évek óta a mottónk is. Azonban nem csak láthatósági eszközökre lehet szert tenni az akció kapcsán. A csatlakozott autószervizek ingyenesen átvizsgálják a gépjárművet, és felkészítik azokat a téli időszakra. Már nem csak családbarát, hanem kamaszbarát is a Paksi önkormányzat. A cím elnyerését követően a városvezetés pályázatot hirdetett a helyi iskolák számára, jelentette be Szabó Péter polgármester sajtótájékoztatóján. Azt az osztályt keresik, amelyik fél év alatt a legtöbbet javít a tanulmányi eredményén. Ezek a gyerekek ingyen vehetnek majd részt a 2022-es Kamasz Fesztiválon, amit a Miskolci Egyetemvárosban rendeznek meg jövő májusban. Akkor családbarát egy hely, akkor családbarát egy ország, akkor családbarát egy település, hogyha több generáció békés, egymás támogató együttérését teszi lehetővé. Méltatta a családbarát önkormányzatokat Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter, a korábbi család- és ifjúságügyért felelős államtitkár 2018-ban az Országházban. Ezt a díjat akkor a Paksi önkormányzat is elnyerte. Idén ráadásul egy új címmel gazdagodott a település önkormányzata. Most a Kamasz barát önkormányzat pályázathoz csatlakoztunk, és el is nyertük
ezt a lehetőséget, hogy kamaszbarát önkormányzat lehessünk. Ez természetesen nagyon szoros összefüggésben van a családbarát önkormányzattal, én azt gondolom, hiszen az, hogy családbarát önkormányzat vagyunk, az én véleményem szerint minden, hogy is mondjam, generációt, minden társadalmi réteget érint. Szabó Péter arról is beszélt, hogy a paksi önkormányzat miként eddig is kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra, és arra, hogy erősödjön a városhoz fűződő viszonyuk. Tanulmányaik során minél inkább kialakuljon bennük a pakshoz való kötődésnek az érzete, az, hogy jó itt Pakson élni kamaszként is, és hát erősítsük bennük természetesen a lokál patriotizmust, tehát azt, hogy ha elvégzik majd itt az általános iskolát, és azt követően a középiskolát, és ha elmennek majd, hát nem szerencsét próbálni, hanem tanulni esetleg egyetemre, főiskolára, akkor azt követően jó szívvel térjenek majd vissza ide városukba. A kamaszbarát önkormányzat elnevezés sok erőfeszítést takar. Első körben egy pályázatot hirdetnek a városban működő általános és középiskolák számára. Keresik Paks legszorgalmasabb osztályát. Az a közösség nyerheti el ezt a címet, amelyik 2021. június és 2022. januárja között a legtöbbet javít tanulmányi eredményén. A nyertes diákok ingyen vehetnek majd részt azon a Kamasz Fesztiválon, amit a Miskolci Egyetem városban 2022. május 26-a és 29-e között rendeznek majd meg. Szabó Péter azt mondta, ezt a pályázati kiírást egy sor más intézkedés követheti majd a jövőben. Péntektől lehet regisztrálni az 5. modern gyárak éjszakájára. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium november 12-én rendezi meg az ország egyik legsikeresebb vállalati tevékenységet bemutató programsorozatát. A gyárak és az üzemek idén hibrid formában fogadják az érdeklődőket. A kínálatot személyes gyárlátogatások és virtuális online túrák is színesítik. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli a Szekszárdi Kolping iskola. Az intézmény az első volt a katolikus iskola hálózatban. Alapításakor alig 40 tanuló kezdte meg a tanulmányait, ma pedig már közel 900 főt oktatnak ott. Püspöki szentmisével vette kezdetét a Szekszárdi Kolping iskola jubileumi programja. Felföldi László megyés püspök véleménye szerint figyelemre van szükség a nehéz sorban felnövekvő gyerekeknek, és ebben az iskolának nagy szerep jutott az évek folyamán. Minden gyermek életében fontos a lelkület, hisz lelki erővel lehet az életet csak megélni, és ezt gazdagítani, erősíteni kell. Itt ez még hatványozottabban igaz, és még nehezebb ezeknek a gyerekeknek ezt a harcot megvívni, tehát még jobban melléjük kell állni. Köntösné Rajnai Anna Mária alapító igazgató az ünnep kapcsán arról beszélt, visszanézve az elmúlt 30 esztendőt visszaigazolva látja a kezdeti elképzelést. Az akkori oktatási rendszer számára idegen volt mindaz, amit a Kolping képviselt. Az első évben 40 tanulóval kezdték meg a működést. Akik az utcán kóboroltak, sehova nem nyertek fölvételt, és úgy összesöpörtük őket a szószoros értelmében. De hittem abba, hogy ha évenként, ha 4 embernek életet biztosítunk, a 10%-ának akkor nem értünk hiába. Most amikor nyugdíjba mentem, volt 696 vagy 8, nem tudom, gyerek az iskolába, nappali tagozatos, akiknek hát olyan 80%-a az megtalálta a helyét az életben. Mára az iskola különböző oktatási formáiban közel 900-an vesznek részt. Koller Tamás igazgató azt mondja, bár a rendszer a 30 év alatt folyamatosan átalakult, vannak olyan alapértékek, melyek mentén a Kolping megtartotta a helyét az oktatási rendszerben. Azok a diákok, akik hozzánk beiratkoztak, azok, mint az előadásokból, beszédekből, szentmisén hallottuk, hogy jó szakemberek lesznek, jó családapák, családanyák, jó hazafiak és jó keresztények. Ezen dolgozunk, hogy ez megvalósuljon. Koller Tamás véleménye szerint a 30 esztendő Szekszárdi Kolping iskolában a következő feladat az iskola korszerűbbé tétele lesz. Regionális hírenkkel megyünk tovább. Kevés a nővér a pécsi gyerekklinikán. Várják az új ápolókat az onkohematológiai osztályon.
újjáépítik otthonaikat, támogatják a helyben maradást, nemet mond a bevándorlásra a Hungary Helps. Külföldi munka Covid-oltással segíti dolgozóit a jelenlegi helyzetben is a Baranyai cég. Kevés a nővér, illetve ápoló a Pécsi Gyermekklinika onkohematológiai osztályán. Jelenleg heten dolgoznak ebben a feladatkörben, miközben az osztályon 18 ágy van, amiken sokszor tartósan fekszenek a kisbetegek. Évente akár 40 új paciens is érkezik a Baranyai megyeszékhely ezen kórházába, ezért az osztályvezető dr. Ottofi Gábor abban bízik, hogy lesznek olyan jelentkezők, akik a jövőben kollégáként vállalnak részt a feladatokból. 11,5 nővér státuszunk van, és jelen pillanatban 7 nővér dolgozik. Így áll a helyzet most a Pécsi Gyermekklinika onkohematológiai osztályán, tájékoztatta stábunkat az osztályvezető. Dr. Ottofi Gábor kiemelte, hogy a Covid időszaka alatt egy nagyon összetartó, stabil csapat dolgozott. Rájuk nagy figyelmet fordítottak. Pszichológusok segítségével csapatépítő tréningeket, kiégésprevenciókat szerveztek, hogy a mentális egészségüket megőrizzék. Most azonban egyre kevesebben vannak a nővérek, ápolók. Vannak, akik nyugdíjba mentek, vannak, akik elmentek, babát szültek, és gyesen vannak, van, aki várandós most, néhányan külföldre mentek végül, és itt most abban a helyzetben vagyunk, hogy a nővérek létszáma lecsökkent. Az osztályon egyébként 18 ágy van, ahol évente 30-40 új beteg érkezik Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területéről is. A kicsik nagy része tartósan bent is marad a kórházban, vagy rendszeres kezelésekre járnak vissza. Velük most a megmaradt 7 nővér, illetve ápoló foglalkozik, akikre így jóval több feladat hárul. A szakorvos azt mondja, bár vannak nehézségek, nagyon sok örömet lelnek a dolgozók ebben a hivatásban. Azt éljük meg így közösen, hogy ez egy jó csapat, úgyhogy ebbe a csapatba nagyon szívesen várunk jelentkezőket, és bízunk benne, hogy tovább tudunk épülni, és aztán utána közösen dolgozni tovább. Annak a célnak az érdekében, hogy lehetőleg minél több gyerek gyógyulhasson meg, azaz, hogy élhessen. A gyerekek túlnyomó része, több mint 80%-uk egyébként meggyógyul, de azoknak is próbálnak segíteni, akik gyógyíthatatlan betegségben szenvednek. Abban bíznak, hogy lesznek olyan nővérek, ápolók, akik szívesen részt vállalnak ezekből a feladatokból. A helyi problémákat kell megoldani ahhoz, hogy ne induljanak el bevándorlók Európába, a segítséget kell odavinni, nem pedig behívni őket. Ennek szellemében működik a Hungary Helps program. Ezzel kapcsolatban tartottak fórumot Siklóson. Érző szívvel, józan ésszel. Ez a jelmondata a Hungary Helps programnak, amelynek munkájáról, a migráció jelenségéről tartottak fórumot Siklóson szerd este. A terület országgyűlési képviselője azt mondta, 2015-ben a körzetében élők is megtapasztalhatták, mit jelent, ha ellenőrizetlenül érkeznek hozzánk a bevándorlók. Akkor volt olyan hónap, hogy 36 ezer migráns érkezett megyénkbe. Ez akkor azt jelentette, hogy a választókeretben 6 város, Siklósnak, Szigetvárnak, Szentlődincnek, Sázsnak, Harkánynak, Sejének, tulajdonképpen az agastyánoktól, hogyha lehet így fogalmazni, a csecsemőkig mindenkit le lehetett volna cserélni egy-egy migránsra. És akkor Magyarország azt mondta, hogy nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy ahol a baj van, ott kell segíteni. És a Magyarország Segít Program az egy olyan bizonyítéka ennek a mondatnak, amivel szeretnénk, hogyha minél többen meg tudnának ismerkedni. A program megvalósításáért felelős államtitkár tartott nyitó előadást a Baranyai városban. Ebben összefoglalta, milyen tevékenységeket végeztek. Összességében a Hungary Helps program keretén belül humanitárius gyors segítséget nyújtottunk Közel-Keleten, Afrikában, válságövezetekben újjáépítéshez járultunk hozzá, és összességében 4 év alatt több mint 400 ezer embernek a megmaradását tettük lehetővé. Tehát ők voltak azok, akik a migráció helyett a magyar segítségnek köszönhetően a helyben maradást választották. A szíriai újjáépítésben pedig több száz család térhetett vissza a magyar programban rendbehozott otthonaikba. Az elmúlt 4 évben egyébként 21 milliárd forintot költöttek a közösségek helyben maradásának támogatására. Újabb megoldandó problémával szembesült a HR rend, hiszen külföldi partnereik nagy része Covid-oltással engedélyezik csak a munkavégzést. A munkaerő kölcsönző állományából jelenleg közel 1000 fő dolgozik Ausztriában és Németországban, akiknek közel harmada jelenleg nem rendelkezik oltással.
A HR rend ennek megoldásában is segít, ugyanis szervezettel és gyorsan értesíti ki a munkavállalóit a megváltozott helyzetről, oltási napokat egyeztet le, illetve tárgyal a partnerekkel az időszakos áthidalási lehetőségekről. A Covid-járvány megjelenése a HR-rend állományában lévő dolgozók életét is alaposan megváltoztatta. A határok teszthez kötött átlépése nehezítette a külföldi munkavállalást. A cég az első között szervezte meg a dolgozók tesztelését akkoriban. A védőoltás megjelenése után most annyiban változott a helyzet, hogy a cégek beoltott dolgozókat szeretnének alkalmazni, mondja a pécsi HR-rend vezetője. Ezt figyelembe veszi a munkaerő közvetítéssel foglalkozó gazdasági társaság, és megteremti a lehetőséget a szigorúbb feltételek teljesítéséhez. Mi ebben is igyekeztünk élenjárók lenni, és olyan lehetőségeket szervezni határon innen és túl, hiszen ez is egy a munkánk részeként egy nagyon speciális eset, hogy mondjuk a kint dolgozó, külföldön dolgozó kollégák, akik nagyon rövid időszakra tartózkodnak esetleg csak itthon, hogyan tudják az oltást felvenni, ha mégis így döntenek. Feleki Attila azt mondja, nem engedik el a munkatársaik kezét, nem hagyják magukra őket. Segítik, hogy vakcinához juthassanak. Megszervezünk mindent, akár külföldön, akár hazai pályán, és gyakorlatilag ma már azt gondolom, hogy Európában szinte mindenhol rendelkezésre áll megfelelő számú többféle oltás, aki úgy dönt, hogy a munkavégzése érdekében szeretné ezt felvállalni, azt akár itthon, akár külföldön mi a lehető leggyorsabban leszervezzük. Tiszteletben kell tartani azt, ha valaki nem akarja az oltást, de meg kell érteni a cégeket is, akik folyamatos termelést akarnak, ezért kérik az oltás beadatását munkavállalóiktól. Ezt el kell fogadni, és mondom mellette, tiszteletbe kell tartani azokat is, akik úgy döntenek, hogy valamiért ezt nem szeretnék felvállalni. Mi mindenkinek szeretnénk a kezét fogni ebbe a kérdésbe, mindenkinek szeretnénk irányt mutatni, folyamatos információkat adunk hírlevelek formájában, de kollégáink telefonon, a projektmenedzsereink folyamatos kapcsolattartásban igyekeznek ebben is partnerek lenni. Azoknak sem engedik el a kezüket, akik nemet mondanak a vakcinára. Munkát keresnek nekik, ahol nem alapfeltétel a védő injekció. A munkaerőkölcsönző cég állományából jelenleg közel 1000 fő dolgozik Ausztriában és Németországban, akiknek közel harmada jelenleg nem rendelkezik oltással. Az őszi Balaton népszerűsítették kerékpárosok. A balatoni bringakör tagjai a Balatonakaratja és Siófok közötti felújított szakasz fedezték fel. Az őszi kerékpár túrával arra hívták fel a figyelmet, hogy a Balaton nem csak strand és lángos, hanem október végén is tartalmas programokat nyújt a turisták számára. A közös túrán Zsidró Tamás mesterfodrász is két keréken tekert. Már kora reggel gyülekeztek a kerékpározás szerelmesei Balatonvilágoson. A legtöbben nem bízták a véletlenre, ki is próbálták a bringákat indulás előtt. Szinte az egész országból érkeztek az úgynevezett study tourra a magyar tengerhez, hogy a balatoni bringakör Balatonszemesig elkészült 42 kilométeres szakaszát végig tekerjék. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség tapasztalatai alapján egyre többen űzik hobbiszerűen ezt a sportot. Azt tudjuk, hogy a Covid időszak előtthöz képest kb. 10-szer annyian tekernek, akár minden nap, vagy akár alkalomszerűen, és mivel mindenki rájött, hogy ez milyen jó, ezért várhatóan ezek az emberek, akik a Covid alatt kezdtek el tekerni, ezek maradnak is a bringán. A study tourhoz Zsidró Tamás mesterfodrász is csatlakozott, mint mondja, már gyerekkora óta a bringázás szerelmese. Én Mátyásföldön laktam, és az egy olyan fantasztikus terep volt, hogy mindenféle biciklivel kipróbálhattam. Kezdtem az örökhajtós, azt hiszem 16-os biciklivel, és egy fecske kerékpárral fejeztem be ott a Mátyásföldön a pályafutásomat, ami hát egy legenda, bár most vissza tudnám venni azt a biciklit, és hát azóta is szerelmese vagyok. A Balaton körbebringázása évről évre népszerűbb. Az igazi sportemberek egyetlen nap alatt, a nézelődni és fürdeni vágyók, valamint a kisgyerekesek több nap alatt kerekezik végig a mintegy 220 kilométeres utat, vagy annak egy-egy szakaszát, amely 2021 második felére teljesen megújul.
És azt látom, hogy bizony-bizony ezt a bicikli utat, ezt rengetegen használják. Tehát én azt bírom, amikor például jön egy zenés konvoj például, hogy van elő valakinek egy hangszóró rászerelve a csomag tartójára, és szól a zene, és úgy tekernek. Tehát, hogy ez egy ilyen, szerintem most nagyon fölkapott lett a bicikli dolog, és hát kellenek is természetesen az új utak, meg a régieknek a felújítása. Az őszi kerékpár túrával arra hívták fel a figyelmet, hogy a Balaton nem csak strand és lángos, hanem ősszel is tartalmas programokat nyújt a turisták számára. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Közgyűlés Szekszárdon 200 000 forint támogatást kaphatnak a helyi kisvállalkozók az önkormányzattól. Adóvisszatérítés 2022. február 15-ig fizeti ki az adóhivatal az SZ-ad. Látni és látszani, fényvisszaverő mellényt osztottak a rendőrség munkatársai. Kamaszbarát lett a Paksi önkormányzat, díjazzák a legszorgalmasabb osztályt. Szombaton napos és erősebben felhős kötfoltos területek váltják majd egymást, délután megvastagszik a frontfelhőzet és kisebb eső is előfordulhat. Éjszaka országszerte erősen felhős, borongós idő várható, de említést érdemlő csapadék nem hullik. Vasárnap zömében felhős, borongós időre van kilátás, helyenként kisebb esővel, de rövid időszakokra a nap is kisüthet. Hétfőre hideg front ígérkezik, sok felhővel, kisebb esőkkel. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!